Alexander Tolnauer nyugdíjba vonulásával 20 év után új elnököt választottak az országos hatókörű kisebbségi tanács élére. Ezt a tisztséget a következő 4 évben a magyar nemzetiségű Varga Tibor tölti be, aki 1963-ban született Kiskőszegen és 2002 óta él Zágrábban. Varga Tibor elmondta, hogy mindenképp folytatni kívánja a kisebbségek kulturális autonómiájáért végzett munkát, és annak további fejlesztését tűzte ki célul. Az elnök stábunkat is szívesen fogadta Zágrábban. Molnár Mónika kolléganőm interjúja következik. Tisztelettel köszöntöm műsorunkban Varga Tibor urat, az Országos Kisebbségi Tanács új elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és üdvözlet a Drámatáj nézőknek! Új pozícióba került, tehát korábban alelnöki pozíciót töltött be a kisebbségi tanácson belül. Milyen ez az új pozíció az ön számára így most az elején még a kinevezését követően? Hát számomra egy nagy lépés, mert mind elnöknek más feladatok vannak. Kihívás nagy, de és tervek vannak, úgyhogy remélem, hogy sikerül majd megválasulni. Baranyai származású, ugyanis Kiskőszegen született. Kérem, hogy meséljen röviden magáról és az életútjáról. Hát igen, születtem Kiskőszegen, de sajnos nem éltem ottan, de úgy nyáron mentem a nagymamámhoz, úgyhogy a elemi iskolába mentem Donyi Miholjácon, meg a középiskolába is, és sajnos ott nem voltak magyarok, úgyhogy horvát iskolába kellett menni, és sajnálom, hogy nem volt lehetőség magyar iskolába menni, úgyhogy azt, amit tudok magyarul, az csak otthonról származik. Úgyhogy. Utána meg ugye mentem az egyetemre, Abáciába, ott befejeztem, mint közgazdász, és akkor nem tudom, biztos ismerős a Pánturiszt, ottan voltam, mint vezető idegenforgalmi irodába, úgyhogy ott voltam egy 4-5 éve, és akkor ide költöztem Zágrába, és 2008-tól itt vagyok. És úgyhogy itten is kapcsolatban léptem a körtagoknál, mert nekem nincs lehetőség magyarul beszélni, és akkor néztem, hogy most hogyan lépjek kapcsolatba, és akkor mondom, fölvettem kapcsolatot a körbe, és akkor a tanácsba is lettem tag, úgyhogy 2011-től vagyok a tanácsnak a tagja, mint a városi tanács, ugye. És 15 éve itt vagyok, mint a szakosztály vezető, meg úgyhogy így éppen a pénzügyileg a dolgokba vettem részt, és az a munkám volt eddig. De mondom, ez most mind elnök egy más mese. Tehát új kihívások egy olyan intézményben, ami ugye a horvátországi kisebbségek, nemzeti kisebbségek számára kiemelt fontosságú. És tulajdonképpen ez az intézmény, ugye Tolnauer volt elnök úr, ugye 20 éves elnökségét követően 4 hónapra gyakorlatilag vezetés nélkül maradt. Hogyan tudják ezt a 4 hónapot most majd bepótolni? Hát bepótoljuk, az nem gond. Ugye ön is mondta, hogy 20 éve vezette a Tolnauer úr, mint elnök a kisebbségi tanácsot, úgyhogy nagy kihívás volt, hogy most itt tesznek a élére, úgyhogy nem volt egyszerű a választás.
de azért is tartott ennyit, ennyi időig, hogy kinevezzek. Úgyhogy gondolom, bepotoljuk, persze, hogy bepotoljuk. Most első ülésünk lesz ősszel, szeptemberben. Vannak hagyományos dolgok, amit kell befejezni, ugye, és akkor majd ott október-novemberben akkor megint lesz az a kérdés a programokra, meg a támogatásokra. Korábbi interjúiban említette már, hogy vannak új tervei, új céljai, amiket az előző évekhez képest másképpen szeretne, vagy szeretné fejleszteni ezeket a dolgokat. Kiemelne néhányat ezek közül? Hát ezek közül, mondom, vannak nekünk ez a kisebbségi képviselők, hogy egy országos szinten vezetik a politikát, de van egy részt, ami illeti a közösség kisebb, szóval a városok, meg a megyék a tanácsokat, amit illeti, és így ez a másik rész egy valahogy szerintem el lett hagyva, mert vannak itt eléggé gondok, és az a ötletem, hogy mégis ezekkel a közösségekkel, szóval a városokkal kapcsolatba lépjünk, és megmagyarázunk, mi a feladat a tanácsoknak, mit lehet jobbítani. Szóval ezen ez egy hosszú éves, szerintem lesz dolog, de azt akarjuk, hogy egy kicsit fölemeljük ezt a részét is. De van, szóval ezek a kritériumokban, szóval az a tervünk, hogy új kritériumokba hozzuk azokat a kérdéseket, ami illetve például anyanyelv ápolását, az egy kicsit elmaradt, akkor a dokumentáriumfilmekbe készítését segítenék, mert ha az nincs, ami volt, és nincs mind dokumentum, az attól félünk, hogy elveszik, ugye. Úgyhogy, és persze, hogy a fiatalabbakat is szorosabban bevetnénk a egyesület programokba. Tervek, célok vannak, feladatok még inkább, és ugye mindezt gyakorlatilag 6 személy végzi, akik itt vannak a kisebbségi tanács alkalmazásában. Hogyan győzik ennyien ezt a temérdek munkát? Hát nehezen. Nekünk csak 6 kollégám van, aki dolgozik ezeken a ügyeken, úgyhogy bevezettem az elektronikus beszámolókat, úgyhogy ez nélkül egyáltalán nem tudnánk végezni a dolgot, úgyhogy ez valahogyan megy. Persze, hogy számítunk bővíteni is, mert mi évente ugye 8 millió euróról van szó, ami az összes kisebbségi illeti, úgyhogy ez nagy pénz, de kis pénz is. De ilyen elektronikus számon, még a interneten, amit átadják a pályázatokat, ez valahogy megy. A tavalyi évhez képest ugye hatalmas arányban nőtt a kisebbségek támogatottsága, és ugye az előbb is említette, hogy valójában mekkora összegekről van szó. Mi a helyzet a jövőre nézve? Mi várható 2024-ben? Hát mi várjuk, hogy egy kicsi, még lesz egy kicsi kis növelés. A dolgok jól mennek előre, úgyhogy például ebben a évben 1118 programot támogattunk, 223 egyesületet, úgyhogy, és 18 új egyesület jelentkezett, ami eddig nem támogattuk. Úgyhogy megy
Szóval ez mind a tanácsban, a képviselők itt egy nagy részében segítenek, és én is persze, hogy már most szeptemberben lesz tervezett a jövő évre, és reméljük, hogy még egy kicsit fogunk növelkedni. A horvátországi magyar kisebbséget egy bilaterális egyezmény védi, és ennek a támogatottságával kapcsolatban mi várható a jövőben? Hát én remélem, hogy az növekedni fog. A horvát államnak köteles finanszírozni a olaszokat, meg a magyarokat. Szóval ez a két kisebbsége védi ez a szerződés. Úgyhogy remélem, hogy persze nem tudom most pontosan válaszolni, de szerintem reméljük, és én is remélek, és természetesen, ha nekem is, ha lesz lehetőségem, én is segíteni fogok ebbe a kérdésbe. És van még ugye egy olyan dolog, ami már nagyon régóta húzódik, ugye a kisebbségi tanács nagyon fontosnak tartja, az pedig ugye, hogy a horvát közszolgálati televízióban szeretnének ugye egy kisebbségi szerkesztőséget létrehozni. Ez ügyben hol tart a folyamat? A tanácsnak lesz a ülés szeptemberben, és ebben a kérdésben éppen otthon is lesz, nek a horvátországi tévéből is lesznek otthon a ülésen, és olyan információ vannak, hogy létrejött ez a redakció, de még nem megy élesbe, szóval még kell emberek, még szóval ilyen kérdések, technikai kérdések, és persze, hogy az nagyon számunkra fontos, és sok éven keresztül az a tevékenység volt, hogy létrehozzuk ezt a redakciót. Részt vett a HMDK megalakulásának 30. évfordulós ünnepségén. Milyen a kapcsolata a horvátországi magyarsággal? Hogyan látja a közösségünket? Hát mondom, 15 éve itten dolgozok, és volt alkalmam megismerkedni sok-sok magyar egyesületekre. Úgyhogy és szívemhez közel állnak persze, és látom, hogy szorgalmasak, és húzzák előre ezeket a kérdéseket, meg a programokat is, és szerintem jobbra mennek a dolgok, és remélem, hogy én is tudok besegíteni ezekbe. További sok sikert kívánunk akkor a munkájához, és itt az új pozíciójában is, hogy minél tovább lelje meg az örömét, és legyen a közösségeinknek a segítségére. Köszönöm szépen a látogatást!